Üdvözlök mindenkit, Half-Life 2, Lost Coast, vagyis egy elveszett part. Valójában ezzel kellett volna folytassuk a Half-Life 2-nek az alapjátékát, ami ugye kronológiai sorrendben, hogyha az időt, hát az időben nézzük, akkor ugye a Half-Life 2 alapjáték az 2004, és ez 2005-ös kiadású, és a epizód van, és a Two az egy, még egy-egy év. Tehát mindig egy-egy évre rájöttek, de igazából kronológiai sorrendben, hogyha az idő szerint nézzük, akkor ez jött volna a soron következő. Ez viszont egy, hát egy viszonylag rövid, tényleg. Ez így egy fél óra, óra alatt szerintem ez ki lesz játszva, szóval ez egy viszonylag rövid valami. Jó, mindegy, nem is beszélünk volna többet, hanem csapjunk bele, új játék indítása. Ő mi? Bekapcsolja a kommentárt? Az most, várjátok, most azon gondolkozom, hogy ez most mi? Meget a elmondott... Hát... Jó, mindegy, kapcsoljuk be, nem tudom, hogy... Legfeljebb kikapcsoljuk, hogyha, mert hát nem tudom, hogy ebből mit fogunk érteni. Ezek mik? Amúgy nem ismerős. Ezek, hogy ezek lennének a kommentárok? De nem, azok felmondatva. De nem is akar rámenni. Akkor mi van, hogyha... Én ezekre nem emlékszem, hogy ilyen lett volna régen. Akkor lehet, hogy kikapcsolom. Azt melyik az a hang? Nem biztos, hogy tudom kapcsolni. Beszédnyelve, hangminőség. Hát... Nem biztos, hogy... Tehát, hogy nem biztos, hogy ki tudom kapcsolni. Milyen haladó. És jó, megmondtam, Windows R az nem az. Hát ez jó, bejöttem a csőbe, hogy... Hát ez itt kéne elvileg legyen, én szerintem, de nincsen. Feliratozás, mondjuk annak kéne legyen, hát mondjuk ez. Mondjuk az nem kellett volna ez a másik, de jó, hát most már mindegy, nem tudom, hogy hogy lesz, de szerintem most már mindegy. Na, nézzük meg ezt a vizet, meg ugye az egészet, tehát ez akkor 20 évvel ezelőtt, gyerekek, ezek, így ránézett az ember, és akkor onnantól már nem érdekelte az embert, hogy semmi, mert annyira szép volt, hogy hát tényleg, szép volt. Amúgy nincs is más fegyver, ja dehogy nem. Aha, persze, hogy nincs más fegyver, dehogy nincs, olyan csomó fegyver. De itt azt sem tudom egyébként, hogy ezzel mit kell csinálni, de ne is foglalkozzunk vele. Igen, annak idején beszélünk én az öreg papival ott. El leszünk ilyen dolgokkal? Hey! Hey! You there? Hey, te! Wait a minute now, aren't you? You are! You're that scientist. Nem te vagy, dehogy nem. Te vagy a tudós fazon. Am I right? Azt mondja, Fishman. You must be here to take on Freeman, the combat. Not sure what one man can do, but no other reason to visit St. Olga at a time like this. I'll take Szent you to Olga. Where they made their base, hely. Or as far as I can, at any rate. Elviszel hozzájuk, hányunk. Hát ez tényleg, ezt ugye a látvány, amit így látok, tehát ez, hú, ez akkoriban, hát ez, ez olyan gyönyörű volt, hogy... Senki nem foglalkozott vele, milyen rövid ez a játék, nagyon szép volt. Here, now, let me just unlock this gate for you. Hadd nyissam ki neked, én is hadd nyissam ki ezt. There we go. Get along now, laddie. Destroy that gun and no dawdling. Ez hihetem. Mondjuk ezt lehet, hogy... Get along now, laddie. Jó pufa, hogy ezt így megtartja. Rombold le azt az ágyút. Nem emlékszem, hogy... Oh-ho, végig is jó, hogy vittem magammal. Csak elrontottam, mert én meg idejöttem Stukker nélkül.
Én gondoltam, hogy itt viccelődök aztán. Honnan jönnek ezek a lövések? Majdok azt nézem, hogy jó, itt felrohantam, de oda le is lehetne menni. Nem tudom, hogy akarok-e oda lemenni, de mondjuk megnézhetjük. Szerintem most találtam meg ezt a... Mi ez itt? Ja, oda fel kell, majd menjünk. Okay. Ezeket most találtam, ezeket a stukkereket. Én csak azért akarok oda vissza ugye lemenni, mert amúgy se hosszú ez a játék, de megnézzük, hogy van-e itt valami titkos valami, ha már... Jól? De nem akarok lemenni. Hát mondjuk ezért úgy látszik. Ezért le kellett ide jönni. Innen már, hát, de még lehet valahova. Nem lehet, nincs tovább. Jó, hát akkor ezért jöttünk csak, hogy egy kis életcsomag. Hát élet nem, azt nem vették le az életünket. Jó. Ja, van kifogyós fejlámpánk. Ó, ezeket is. Ne már, ne! Hát ennek örülök, ennek most már nem örülök. Jó, hogy három lőszerem maradt ebbe. Tehát most már így nem örülök, mert akkor most kiderült, hogy mégiscsak valami más utat kell választani. Ott már nem tud felmenni, hát viszont lehet, hogy mégiscsak ott lent kell menjünk. Volt valami víz, de akkor valószínűleg, hogy bele kell, hogy ugorjunk, mert hogy erre itt, ugye, nincs tovább. Ráadásul még lő is valaki. Jó. Ki a franc, hogy még ott is van valaki? Ja, hogy várjátok, már oda se tudok már átmenni. Át tudok menni? De még át tudok. De át tudok, csak most már... ott van, na ezt figyelj, van nekem egy másik, hát úgyis... Hát kire használjam, ha nem rád? Ez tudja, hogy célzok rá. Tudja, hogy célzok rá, és elment. Ennyi. Hát jó, viszont nem is tudom, hogy egyébként mit keresek itt. Na, kis pofám, dugd ki az orrodat. De nem is erre jött. Ja, de erre kell, hogy tovább menjek. Ja, oké. Ja, most már felfogtam, hogy egyébként oké, nem kell oda nekem lemenjek vissza, mert oda feljöttem. Ez ennyi volt. Nem azért, mint hogyha mindegy, mert úgyis erre fele megyek, de... Jó, menjünk erre. Hát ez ilyen hentelő stílus. Hát végül szedem össze a lőszert hozzá, úgyhogy mégis mehetek ezzel nyugodtan. Nálad jön valaki. Hol? Mindig valami lő, de honnan? Ott van le. Én azért menjek oda le, nem megyek vissza. Ja, 21 lőszer, hát az nem sok. De... Lejöttem a lőszerért. Hívjuk úgy, hogy ezt direkt akartam így. Medical system engaged. Nem is tudom, mi ez adta a lőszert, mert nem is ehhez.
tök azon gondolkozom, hogy itt menjek vissza életcsomagért, már ha ilyen béna voltam, hogy leestem. Ez is szedi. Mondjuk onnan vissza fogok... Ja, hát onnan vissza tudok ide jönni. Hát lehet, hogy... Itt volt még egy életcsomag. Hát ha már ilyen béna voltam, hogy sikerült leessek, akkor most már... Vagy állunk itt. Jó, hát most már... Ezek elpusztultak itt, úgyhogy... Ezek elpusztultak, nincs gond. Nagyon furta, tehát annyira gyors, tehát nyilván 20 év óta rengeteget változtak a gépek, de annyira viszont gyors ugye az egész mozgás, hogy tehát emiatt lehet, hogy lassítani kéne, vagy lehetne állítani rajta, hogy nem, tehát, de most annyira iszonyat gyorsan mozog már minden, hogy emiatt van, hogy tényleg könnyedebben leesik az ember, mert ó, nem mondod, hogy most ott vagy lent, és én meg itt... Na, lőjelek le. Ezzel. És van lőszer, hát, mire használom, ha nem erre, de... Már ilyen távolsági lövések át, nem? Hát mi a francra, hogyha nem erre? Arra magyar nem lehet menni, csak erre. Hopp. Hopp. Kelleni fog, biztos. Tuti kelleni fog, ha ide tették. Tuti kelleni fog, hogyha ide tették nekünk. Töltöm fel itt magam. Hát közben kis pisztoly. Kis pisztolyunk is van. Lehet, hogy még ezek ellen lehet, hogy kis pisztoly is jó. És akkor... De nem tudom, fel lehet-e menni. Hát itt már szerintem sokan lesznek. Itt már én nem kis pisztolyodok. Be is csukulott az ajtó. Tehát... Innentől nincs visszaút. Nem tudom, akárki is lő, de... Ha nem tudná, hogy itt az embernek van minden baja... Ez a fegyverválasztás, ez egy, hát mai szemmel nézve eléggé fura, mert tényleg annyit kell görgetni egy ilyen vacakért, hogy tehát tényleg sokat, és valahogy már úgy az ember elszokott ettől, hogy is. Ez itt milyen láda? Ezt is szét kéne üssem? Ez nem tudom. Kút. Ez... Még az is lehet, hogy nekünk is oda... Nem emlékszem. Nem, hát arra még nem mentünk. Menjünk arra. Én szerintem... Azt mondják, ugorjak útba, beleugrasz, tavaly kétszer húztak ki. Arra kell menni valószínűleg. Én szívesen felmentem volna még valahova, de... Hoppá, ez ennyi. És egy csomó lőszer. Az nem véletlen szerintem. És ez szerintem ez a lőszer, ez ebbe való. Nem? Gyanús. Hopp, itt ez mi az, ami mozog? Ez lő. Igen, betölt. Aha, itt lőnek. Uh-huh. Ez jó. Ujjaj. Ha, hát lett néhány rakettánk. Most nem tudom, mi következik. Már úgy értve, hogy... Oké, ezeket felvettem.
arra nyilván nem. Megnézzük ezzel? Nem. Vagy kis lőszer, élet. Ezeket nem véletlenül tették ide, sőt ott az életcsomag, itt meg a ruhámnak a feltöltése, csak éppen innen hova, hogy megyek, mert hogy ez... Ó, az aljunk már, szétkaptam. Ez hogy? Összükséltem. Oda tegyek oda be valamit, amitől nem fog tudni. Basszus, hova lett? Hát ez nem nagyon zavarta. Vagy igen? De megoldottam. Az mi a franc volt? Na. Az igen. Aztán arról nem volt szó, hogy ti mik vagytok. A kis rohadék. Hát ennyi volt az életemet, azt már így legyalázta egyből. Ja, most látom, hogy ez a... hogy ezek mik a francok itt. Ha viszont most már lőnek rám, tehát valahogy jó lenne feljutni valahova, de ez lehet, hogy később lesz, mert lehet, hogy... Ha most jönnek az ajtónál. Most tudom, mire... Aha, ott jöttek be. Nem tudom, melyik fegyverből, vagy melyik lőszerből van itt sor. De szerintem ebből. Jó, hogy innen tudom majd lőni, hogyha ide kijövök, innen fogom tudni. Oké. Jó, franc. Ha onnan fogom tudni majd lőni. Kis rohadék. Hát ez nagyon durva, de... Durva az élet, de valahogy így lesz pedig. Ó, hát az utolsóra élet. Ez kapott egyet. Nem jó. Elment. Ó, hát gyere már vissza. Megint kapott egyet? De az nincs lőszerünk. A lőszer az hol volt? Az itt van. Ezt most nem tudom, úgyhogy... Amikor jönnek, nem jönnek? Vagy most békén hagynak már? Vagy mi van most? Az úgy tűnik, hogy az nem örült ennek. Nem örült a találkozásunknak, csak most innentől hogyan legyen tovább. Aha, hoppá, ott. Hát nem hiszem el, hogy nem lehet téged eltalálni. Ja, hogy ez ugyanide. Itt vannak valahol, mert lehet hallani a hangját. Csak valahova feljebb kéne menjünk. Ja, ott vannak most fent a tetején. Ho-ho-ho. Elvárjatok már, gyerekek.
tudom, hogy van-e még lőszerünk, de volt. Oké. Örülök. Ez mit csinált itt? Van nekünk valahova... Én szerintem fel kéne jutni, de... Igen, ez jó kérdések, hogy hogy... Ja, hogy erre lehet jönni. Oké. Ja, itt kellett volna egyébként lelőni ezt a... Én nem itt lőttem le, hát... Nehogy már megmondják nekem, hogy hol lövöm le. Én nem itt lőttem le. Mondjuk lehet, hogy... Jaj, nem, jött a másik. Oké, bocsánat. Mi van ennek, hogy nem lehet eltalálni? Hallom, éjjel már. Kettő. Van kis elhárítója, mert nem nagyon lehet. Ó-ó-ó. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Oda is fel... Ja, mondjuk, hát ez lehet, hogy... Lehet, hogy ezzel le tudom szedni. Nem tudom, mi ez? Mi ez a fontos dolog, de leszedtük. Ja, egy kis életcsomag. Az jó, hogy jött. Na, innen most hova? Hova tovább? Ja, oda lefele lehet menni. Hát jó, gyerekek. Egy életünk, egy halálunk. Menjünk le. Remélem, hogy... Ugye leszakad alattam az egész. Megyünk le, vagy mit csinálunk? Úgy tűnik. Húha. Húha. Tél iszonyos vagyok, amikor ilyen vackokon kell menni. You did it, lad. Megcsináltad, öcsém. Ajaj. Lakomával ünnepeljük a győzelmet. Szereted a piócákat, remélem. Hát persze. Kezdesz elhomályosulni. Gondolom más helyeken is várnak. Örülök, hogy találkoztunk. És ennyi volt a játék. Mondtam, hogy nem valami hosszú, hát én gondoltam, hogy fél óra, óra, frász, 23 perc. Jó, hát ennyi volt a játék. Jó, ez tényleg nem volt hosszú. Jó, ez csak ilyen kis gyors, hogy legalább kivégeztük, aztán majd lehető hétfőn majd belekezdünk még a Half-Life 2-nek az epizód második részébe. Az, hát az egy kicsit hosszabb, hát az is gondolom, hogy 2-3 részből az is meg lesz egyébként, vagy hát attól függ, lehet, hogy leülök majd aztán hosszabbakan nyomom, nem ilyen egy órásokat, aztán is lehet, hogy hamarabb meg lesz. Jól van, hát ennyi volt. Nem tudom, ez egy kicsit úgy, nekem úgy emlékeztem, hogy az egy picivel lehetett volna hosszabb, de nem ennyi volt, úgyhogy ezzel együtt kell élni, ezzel a gondolattal most már, úgyhogy mindenkinek szép napot, jók legyetek, sziasztok!